Sok szeretettel köszöntöm az ige hirdető mai adásának nézőit. Mai vendégem ismerős lehet a nézők számára, hiszen újra gyakrabban látjuk feltűnni a képernyőn reggel 8:30 tájban. Györfi Szabolcs atya újra a Szikla templomban szolgál, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökkel megköszönöm, hogy itt lehetek önnel, önökkel egy. Én is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ebben a műsorban egy kicsit szeretnénk mindenkit jobban megismerni, úgyhogy az újságíró pedig kíváncsi, én pedig kíváncsi vagyok, úgyhogy szeretném onnan kezdeni, hogy Szabolcs atya honnan indult, és hogy jutott el a Szikla templomba, bár most már nem első alkalommal. Mármint, hogy lettem... Igen, onnan szoktunk. Egyáltalán milyen volt az a családi környezet, ahonnan elindult, és hogy jött a hivatás, egyenes út vezetette a papsághoz, a szerzetes élethez, vagy mi volt az, ami miatt ez elindult? Jól emlékszem, amikor én úgy először megfogalmaztam, hogy mi akarok lenni, jól emlékszem, én rendőr is akartam lenni, meg jogász, mert ez ilyen, nem is tudom miért, pedig alsótagozatos voltam, akkoriban ilyeneken a dolgok, ilyen talán a rendőrségen még igen, de a jogásságon talán nem gondolkozik az ember, akkor, amikor én meg kicsi voltam, hát azért már ez már, hát azért már több mint 40 évvel ezelőtt volt, akkor meg szerintem főleg nem voltak ezek a dolgok annyira divatosak, de azt hiszem, hogy valami ilyesmi fogalmazódott meg bennem, hogy így visszaemlékszem. Én nem akartam pap lenni, vagy nem akartam lelkészteni, legalábbis nagyon sokáig. Egy nagyon tiszteletre méltó rendes családom volt, van, hát a nagyszüleim ők már nem élnek, apukám meg anyukám ők még szerencsére élnek. Mi egy református család voltunk, illetve vagyunk. Az én tiszteletem méltó másodunok a húgom, egy nagyon-nagyon derék és nagyon aranyos református lelkész, és a férj is református lelkész, úgyhogy mi egy papi család vagyunk, bárhogy is nézem. Azért ez kicsit más, mint egy katolikus lelkipásztori szolgálat. Ez egy különleges dolog. Tehát én számomra nagyon fontos volt azt megfogalmazni, hogy mi is az a megértés, és mi az egyetértés. Tehát én úgy gondolom, hogy a megértést azt mindenki, tehát a megértésre mindenki számot tarthat. Tehát az, hogy engem megértsenek, önt megértsék, ön erre igényt tarthat, és én is igényt tarthatok arra, hogy mondjuk ön megértsen engem, illetve ön arra, hogy én megértsem önt. Az egy következő dolog, hogy mivel értünk egyet, XYZ-vel, az egy következő dolog, de a megértésre mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy így hát most ezek ilyen nehéz ügyek, hogy a katolikus részről is, mondjuk így ökumenés szempontjából, én nagyon sok mindent úgy értem, úgy gondolom, hogy meg tudok érteni, mondjuk protestáns oldalról is, ami nagyon érdekes, mert Pálosként az egyik, nem is, hogy protestáns, de hanem egy különlegesen nagy monofizita egyházzal, azt hiszem, hogy egész jó kapcsolatot ápolok itt Magyarországon, és még néha Magyarország határon kívül, ugye a koptokkal, akik ugye ortodox koptok, de igazából tulajdonképpen ők monofiziták, ami hát mondjuk szerintünk azok, de igazából ők azt mondják, hogy nem azok, de ez teljesen mindegy, mert hát szóval ebben is ilyen igazából ilyen hatalmi dolgok voltak benne, hogy most ők micsodák, meg mi nem, meg minek tartják magukat, meg minek nem tartják. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon tiszteletem méltó és számomra nagyon kedves közösség, és én tőlük nagyon-nagyon sokat tanulok. És hát ugye itt vannak, mondom, az én tiszteletem méltó protestáns őseim, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megértsem őket. Én úgy gondolom, hogy vannak, vagy szabad nekem bizonyos dolgokkal nem egyetérteni, úgyhogy ez, hogy is mondjam, ez csúcsosodott ki abból, hogy én végül is katolizáltam 25 éves koromban. Akkor már éppen fölmerült bennem, hogy mi lenne, hogyha esetleg pap lennék, de én ezt nem akartam úgy igazából. Tehát gondoltam, hogy vagyok annyira papos, hogy belőlem én nem szeretnék pap lenni, úgyhogy én mindenképpen házasságban gondolkoztam, meg udvarlásban. Volt egy nagyon aranyos kislány, akinek csaptam a szeret egy ideig, ő ezt elfogadta egy ideig, és akkor utána ez megszűnt ez a dolog. Hát nem volt ez, egy 9 hónap volt, hogyha jól emlékszem. De ezek nagyon fontosak voltak a számomra, és én tovább is ebben gondolkoztam, míg hát azért úgy bennem volt ugye az a dolog még reformátusként, hogyha ne agy Isten meghívna a Jézus papnak, akkor én remete lennék, és akkor szerzetes pap lennék, és valami remete rendet keresnék magamnak. És akkor tulajdonképpen már megfogalmaztam esetleg, hogyha a Nagy Isten, én katolikus lennék, és Nagy Isten pap lennék, vagy pap szeretnék lenni, akkor én ezt párosként szeretném csinálni. Hát ez egy következő dolog, hogy
ez mit jelent ez a párosság, meg mit nem, mert hát a remetességhez már egy kicsit, szóval is mondjam, ambivalens módon viszonyulnak már a párosok, én azt hiszem, ezt kijelenthetjük. De egy remete alapú rend vagyunk, tehát ezt úgy nagyjából úgy elhatároztam, és akkor utána később Szegeden voltam, Szegeden tanultam, és akkor ott aktualizálódott ez a katolizálás. Ez hogy jött egyébként? Tehát azért valaki felnő egy igazi kálvinista családban, azért ott az egy elég komoly meggyőződést ad, és elég komoly hátteret. Tehát hogy miért kezd el valaki kételkedni abban, hogy nem az a helyes irány, hanem valahogy más tanítás után kellene inkább mennie? Nyilván, tehát a mi családunkon belül is azért voltak így, hát ő is mondjam, úgy elgyengülések, hogy így mondjam. Tehát az én nagyanyáim, azok nagyon komolyan jártak a református templomba, Balmazújvároson, az én szűkebb pártjám. Én nagyon, nagyon fontosnak tartom amúgy az én balmazújvárosi származásomat, illetve a családomnak az ottani származását. Én már amúgy Debrecené vagyok, és Debrecenről, tehát én Debrecené vagyok, és ez a fajta nagyvárosiasság, ez nekem fontos, főleg itt Budapesten jöttem én erre rá, de nekem nagyon fontos, hogy újvárosi gyökereim vannak, és tehát ők, a nagyanyáim nagyon jó templomba járó nagymamák voltak, az apai nagyanyám is, meg az anyai nagyanyám is. Az anyai nagyanyám, ő állt azért egy picit azért hozzám közelebb, meg azt hiszem a hugomhoz is közelebb. Ő egy ilyen nagyon érzelmes, nagyon meleg hite volt, hogy így mondjam, vagy nagyon érzelmes hite volt, hogy így mondjam, de engem ez nagyon megkapott, és nekem ez nagyon fontos volt. De igazából ő volt az egyetlen, aki ezt úgy igazából rá lehetett fogni. A szüleim, anyám az, ő soha nem volt kommunista, tehát ő ezt messziről és ebből elítélte. A drága apám az meg úgy próbált keresni. Nekem volt egy-két nagyon nagyos története, hogy próbált elékozódni a világon, de hát ő igazából nem, ő a mai napig kereső igazából, tehát ő. Nekem viszont voltak nagyszerű tanáraim általános iskolában, volt egy nagyon jó történelem tanárom, egy tanárnő volt, és ő úgy adta elő a történelmet, hogy azon úgy el lehetett úgy gondolkozni, meg amúgy is azokat az embereket, akik úgy fontosak voltak neki, azokat úgy maga köré gyűjtött, és akkor versenyeztünk, meg nem tudom, ezt, azt, azt csináltunk. De a lényeg az, hogy az már volt egy olyan indítás, ami alapján úgy el lehetett gondolkozni a világról. És ugye a történelem benne van, kultúrtörténet, meg vallástörténet, és akkor én úgy próbáltam összerakni az agyamban, hogy mi meg hogy van. És hát megmondom, hogy szintén ez a predestináció nevű dolog, ez nekem nem jött be. Tehát, hogy én katolikusként, avval együtt ismétlem, én nagyon szeretném tisztelni, és én mindent megad. Tehát, hogyha van egy pozitív értelmű, és igenis van, ráadásul az ökumenizmusnak a hete van, talán éppen most meg nem mondom, hogy pontosan mikor, de most ilyen január végén van, így. Most annak az idejében igen. Vagyunk úgy nagyjából. Tehát igenis van, és ennek nagyon komoly tétje van, és ez nagyon fontos, és én ezt szeretném is elismerni, és ebben semmi probléma nincs. De ezzel együtt, hát vannak így állomások, meg vannak így stációk, amit azért úgy le kell azért úgy, hát meg le kell rakni valahova. És én úgy gondoltam, hogy számomra nagyon fontos a szabadság. Tehát, hogy most tudom, ez ilyen nagyon bizarr módon kapsz, hogy én azért lettem katolikus, mert nekem fontos a szabadság, hát mi akik ugye le vagyunk dogmatikusozva, meg nem tudom, micsodásozva, ez így hülyén hangzik, bocsánat, szóval ez így nagyon furcsán hangzik, de én igenis azért szerettem volna katolikus lenni, mert fontos számomra a szabadság, tehát hogy avval együtt, hogy nagyon sok minden kötött az ember életében, avval együtt igenis van egy döntési szabadság, és azért ő felelős. És azt neki kell betölteni dolgokkal, avval együtt, hogy ezer dolog meghatározza az életünket. Ez a predestinációban hát számomra nem volt meg. Én mindenféle okos dolgokat hallottam, hogy mi a predestináció, de én továbbra sem tudom átugrani ezt a dolgot. Ez az egyik, aztán egy következő dolog, hogy nyilván utána próbáltam úgy megismerni a dolgokat, hogy tehát egy csomó mindennek van hát logikája, meg értelme. Nekem nagyon megkapott a későbbiakben, amikor ugye már a papneverésben benne voltam, hogy,
hogy hát ugye a jó öreg Aquinói Szent Tamás ugye természetesen épít a természet fölötti. Tehát, hogy a papképzés, vagy a teológus képzés az ugye két év filozófiára épül, vagy az az alapja. Tehát, hogy mi az, ami fölfogható ésszel, és igenis nagyon sok minden fölfogható ésszel. Ugye aranyos, hát ilyen talán szabad itt ilyennel egy kicsit viccelődni, vagy de ezek ilyen komoly viccek, nagyon kiváló és nagyon-nagyon tiszteletreméltó filozófia tanárunk a dr. Kvanduk Frigyes Pécsen, akinek áldassék és dicsértessék az ő neve. Én nagyon kedveltem őt, egy nagyon sajátos figura azért ő, de egy nagyon tiszteletreméltő és nagyon szeretetreméltő és nagyon kiváló ember. Ő mondta annak idején, hogy hát ennek a dolognak ennek tétje van. Ugye bekerültünk ugye ilyen kis zöldfülű gyerekekként ugye a teológiát, mondjuk én akkor már kicsit azért idősebb zöldfülű gyerekecske voltam, de hát ilyen C-kategóriás műveltségi tárgyként álltak hozzá ugye a népek ugye a filozófiahoz, és hát ez Frici bácsinál nem így működik ez a dolog. És akkor ő mondta, azóta éztem, hogy én sokszor idézgettem úgy gyóntatószékbe, hogy tudja, kedves, mondom ott a Rács másik oldal, engem erről még egyszer meg fognak hallgatni, arról, hogy maga mit mond nekem, és én mit mondok magának. Hát a Frici bácsi ezt nagyon, nagyon szépen elmondta nekünk, hogy itt ennek a dolognak tétje van. Tehát, hogy józan észre fölfoghatóak dolgok, és azt abból nem lehet engedni. Tehát, hogy beláthatóak dolgok, avval együtt, hogy a ráció mellett az a bizonyos sokat emlegetett Fideszet ráció, tehát ez azért nyilván összekapcsolódik, de hogy ez olyan fantasztikus dolog szerintem katolikusnak lenni. Szerintem ez olyan nagy dolog, ez olyan fantasztikus, olyan fölszabadító dolog, akármi is van, hogy szerintem éppen az a rengeteg, bocsánat, ez most nagyon bizarr módon fog hangozni, de az rengeteg mocsok és szenny, és mi a fene, ami sajnos bennünk van, meg ránk is ránk csapódik, éppen ez hitelesíti szerintem a mi világunkat, illetve a Jézus Krisztus, de hogy ez nekem van egy ilyen emberi oldala. De ez az emberi oldal, ez egy ilyen üdvösségre termett világ, ez ebből szerintem, vagy ebből is, nyilván végsősorban Jézus Krisztusból, de úgy látható. És na, szóval, hogy olyan fölszabadító katolikus, olyan nagy dolog, és tudja, én valahogy valami ilyesmit éreztem meg én amúgy akkor amikor hát így elindultam ezen az úton. Volt egy, annak idén, amikor a Újszegeden a katona Nándi atya volt az én átvevő atyám, hogy a vicc kedvéért, hogy ő reformátusból lett katolikus szintén, egy nagyon nagy hírű, atya és bébános volt ő ott Újszegeden, nem véletlenül. Volt a kommunizmus alatt volt az utolsó nagy ilyen klerikális per, ez a Fekete Hollók, azt hiszem Fedő nevű action volt ugye a kommunista rendszer részéről, és őt ebben ifjúsági munkáját elítélték amúgy. És akkor, amikor arról volt szó, hogy na hát akkor én katolizálnék, akkor mondta, hogy jó, akkor van egy jegyes oktatás, akkor erre járjál. Jó, és akkor jössz, de van még egy könyv, amit akkor légy szíves olvassál. És azt hiszem, ez a Hitünk és Életünk volt, azt hiszem, az volt a standard. Egy ilyen bordókönyv volt, emlékszem. Igen, a bordókönyv, és annak volt 60 ezer kiadása. És emlékszem, hogy volt benne egy ilyen rossz minőségű 66. kiadású könyvnek, a nem tudom, egy teljesen rossz minőségű ilyen fekete-fehér fénykép, és egy ilyen osztálytábrázolt, egy ilyen osztály volt benne, és szerintem lányok voltak az osztály nagy rész. És nem tudom, abban a képben engem például valami nagyon megkapott. Valahol, tehát akkor már azért, amikor, hát én akkor, amikor, hát az olyan 95 környékén volt, tehát akkor azért már bőven rendszerváltás után voltunk, és akkor azért már nagyon-nagyon habzott azért a világ, bennünk is, meg körülöttünk is. És ebben a képben volt valami olyasmi, ami, tehát hogy van a dolgoknak egy ilyen normális szépsége, vagy egy ilyen normális jósága, egy ilyen emberre mért, és mégis ilyen csodálatos világa. Tehát, hogy ezt lehet úgy le lehet fényképezni. Ennek a fényképnek mondom, iszonyú rossz volt a minősége is, de hogy van egy ilyen világ, és hogy ez az én világom, ez a mindenki világa. Tehát ez nem egy ilyen
ilyen túlszintetizált műanyag világ, hanem valami olyasmi, ami nagyon, nagyon rólunk szól, és nagyon a miénk, és egyáltalán nem mű. Na valami ilyesmi, most illene kitenni a pontot. De egyébként jó, az ember elhatározza, hogy katolikus lesz, megtapasztalja, de azért ebből még nem következik az, hogy szerzetesnek áll. Hát én, amit tanultam, én ugye Isten bűnömül ne vegye, én tanárképző főiskolán jártam, ott voltam magyar-latin könyvtárszakos, Szögedébe ugye Katona Nándi atyának a világa, és ugye Újszeged, ugye a Liget, a Szent Erzsébet plébánia, és ott voltam, ugye a Szent Imre kollégiumban voltam én, jártam egy ideig, ott volt az én szállásom, hát előtte voltam mindenféle albérletista is természetesen, itt is, ott is, amott is, az is egy nagyon érdekes világok voltak. Miért pont a latin? Ez azért volt a latin, ez egy jó kérdés, azért, mert én Debrecenben a Tóth Árpád gimnáziumban jártam. A Tóth Árpád gimnáziumnak nagyon nagy, hát hogy is mondjam, neveltjei vannak, például Karácsony Gergely főpolgármester úr is onnan jött, Újhelyi István, ugye MSZP-s képviselő, és hát azért, hogy az osztályfőnökömnek a kisebbik fiát, a Juhos Gergőt is, hogy említsük meg, ő Benyámin testvérként ferences, ő is onnan jött azért. És én is honnan jöttem. Azért ott... kettő, igen. Ja. És amúgy a Karácsony Laci is, aki a nekem osztálytársam volt, a Gergelynek a bátyja volt, aki egy nagyon rendes fiatalember, hozzá kell, hogy tegyem, és az én osztályom is egy nagyon rendes fiatalemberökből és fiatal hölgyekből álló osztály volt és van, természetesen. Tehát abban a gimnáziumban tanított a németni Horváth Margit, aki amúgy az Egri Katolikus Rádióban is tanított latint, hogyha jól emlékszem, tehát ő volt az egyik ilyen prominens középiskolai latin szakos tanár abban az időben, és ő írta a tankönyvet. És emlékszem, amikor hát nekem ugye nyelvet kellett választani, hát ugye akkor még ugye 88 előtt voltunk bőven, de hát a új idők, új szele azért engem is megérintett, hogy természetesen angolt szerettem volna, vagy mi a szöz, de hát úgy, ugye a latin szakot ugye föl kellett, vagy latin tagozatos osztályokat ugye föl kellett, vagy a latin osztályokat ugye föl kellett duzzít, vagy emelni ugye a létszámukat, vagy biztosítani kellett a létszámukat, és mivel én a történelmet jelöltem meg így fontos tárgynak, mivel ugye történelem az fontos volt, hogy általános iskolából nekem, ezért aztán úgy, hát én valahogy így mellé sodródott, így aztán a latin. Már nem emlékszem pontosan, hogy milyen körülmények között, és akkor aztán nem angol tanultam, hanem latin tanultam. És akkor hát én először a történelemhez választottam a latint, aztán igazából utána a latinhoz választottam később majd a magyart. És akkor így lett a... És akkor ehhez választottam majd később még így a könyvtárszakot Szegeden. Na, hát akkor megérkeztünk Szegedre. És akkor a Szent Imre kollégiumba? Hát először én két hely, voltam egy albérletben ott a Liget mellett közvetlenül, és utána egy kiskörúti, egy nagyon tisztességes, nagyon rendes, hát szerintem semmi probléma, egy nagyon rendes cigányos asszonyságnál voltam, de egy nagyon-nagyon aranyos volt, én nagyon csíptem. Nagyon, engem nagyon megkapott a világa, mert úgy nem volt művelt, ugyanakkor látszott, intelligens volt. És olyan jó pofogott ott a konyhában, voltak ilyen fölragaszkatott újsághirdetések, és például a Latinovics újsághirdetések, újságcikkek, és az egyiken éppen a Latinovicsnak, aki volt, tehát nagyon sajátos világa volt, és nagyon tisztelt engem, meg én is tiszteltem, és akkor nála laktam egy ideig, és akkor utána kerültem a nagykori rúti Szent Imre kollégiumba. Akkor az olyan 3-4 éve már működött, de hozzám ugye nem jutott el azonnal, meg én sem azonnal lettem katolikus, és akkor így kicsit később jutottam el oda. De számomra ez egy fontos, nagyon fontos hely volt. Ez egy ilyen bázis volt. Akkor a Kondé Lajos volt az ifjúsági lelkész, meg ő volt a kollégiumnak az igazgatója ott. Az, hogy egy közösség az mit... Egy katolikus közösség, vagy egy keresztény közösségnek milyen kondíciói, tehát milyen lehetőségei vannak, azt
ott azért úgy meg lehetett érezni. Mondjuk rendkívül magányos figura voltam nagyon sokáig, mondjuk egy csomó jót, amit otthonról kaptam, az úgy akkumulálódott bennem, de úgy ott kezdett úgy igazából kibontakozni, addig azért nekem úgy volt néhány nagyon nehéz évem, meg az életemben egy-két nagyon nehéz pillanat, utána majd az megismétlődött ugye a szőrzetes rendben, mert a szőrzetes rend azért az egy kemény cucc, de akkor nekem az egy ilyen nagy, hát nem nagy, de mondjuk egy ilyen egyre jobban kiterjedő kibontakozás volt a Szent Imre Kollégium. És akkor itt jött a papságnak a gondolata már? A papság gondolata nem, itt udvaroltam, mai napig éppen bele-bele gondolok, éppen mindenféle komoly templom felújítások vannak, és akkor annak idején a szép kislány, aki járt ott Szegeden, a Ferences templomba járt, az egyik legnagyobb belterű gótikus templom, ott ugye a Ferences templom, akkor éppen újítgatták fölfele, úgyhogy emlékszem, hogy ott még sikerült leülni mellé, addig azért úgy át kellett, és akkor mindenféle föl volt állványozva a templom, és akkor emlékszem, voltak ilyen műanyag zacskóim, és akkor abba vittem a könyveimet, még eljutottam ugye a szentélybe, ami éppen még nem volt fölállványozva, az a sok csörgő zacskómmal addig azért eleltelt egy néhány perc, úgyhogy ezek az élmények úgy ma is bennem vannak, és hát ő járt oda. Hát például ez a kapcsolat is ennek a kollégiumnak a világa volt, és én utána ott én végeztem, ugye, hát ez most jó kérdés, hogy mikor végeztem, hogy 97 környékén végeztem, ha jól emlékszem, hát az sem most volt már, és akkor utána én elkerültem, visszamentem Debrecenbe, és próbáltam hát munkát találni, én tovább is olyan párválasztásos gondolataim voltak, és akkor keveredtem el, ugye a Domonkos plébán jár a Debrecenbe, akkor ott, hát most már egyikőjük sincs ott a két lengyel atya közül, most éppen, az Irek atya meg a Jacek atya, és akkor ott volt egy ifjúsági kör, azt hiszem azt az Irek üzemeltette akkor, és akkor én próbáltam ott egyszer-kétszer ott megjelenni, meg valami kis kapcsolatkát kiépíteni, de hát az nem annyira jött össze, viszont lett munkahelyem, én későn nem tudtam, hogy kell a munkaügyi központba leadni a jelentkezést, úgyhogy én kicsit későn jelentkeztem a munkaügyi központba, ettől függetlenül tanárként már akkor is elég hamar lett az embernek állása, úgyhogy beadtam augusztusban, és szeptember második felében, vagy valahogy szeptember környékén én már tanítottam Bodaszőlőn, ez egy hajdúböszörményhez kapcsolódó, illetve hozzátartozó, hát mi talán azt mondanánk, hogy tanyasi iskola, vagy tanya volt kvázi, tehát nem tanya volt, mert igazából egy ilyen erdő közepében volt ez az iskola, és ott volt ez a helység, és ennek volt ott az iskolája. Ez egy érdekes világ volt, én ott egy szűk két évet tanítottam, nagyon érdekes volt, hát azért ott sok nehézséget látott az ember, gyakorlatilag ugye a rendszerváltás után, ugye amikor megszűnt ugye az a fajta bizonyos viszonylagos biztonság, amit ugye a kommunizmus adott, akkor ugye nagyon sokan kiköltöztek, és hát a szegénység azért ott azért elég mindennapos volt, tehát azért az nagyon nehéz és nagyon szívszorító volt látni. Na és akkor egyszer mentem ott a távolsági autóbusszal kellett kimenni Debrecenből, ugye Józsán keresztül ment ki a busz, és egy alkalommal ücsörgtem otthon, valami miatt később kellett bemenni, mert mindig nagyon korán kellett indulni, ugye, hogy az ember ugye 8 környékén el tudja kezdeni az órát. Ott a Debrecenből több kollégával mentünk ki, és ott a Böszörményi úton szépen szálltunk az autóra, és akkor mentünk ki Bodaszőlőre. De valami miatt egy nap úgy később kellett kimenni, és bennem akkor már úgy bennem voltak ezek a dolgok, ami hát sok-sok évvel ezelőtt már ott lappangtak, hogyha katolikus leszek, és ha meghív a Jézus Pálosnak, vagy papnak, akkor elmegyek a Pálos rendbe, és nem tudom én még mi lesz. Szóval ezek úgy bennem voltak. Szóval a lényeg az, hogy valamilyen tavaszi nap lehetett, emlékszem, leültem így az ágyamra, nem volt így megvetve, és úgy föltettem a kérdést, úgy belőlem ősz föl, hogy na, akkor most merre lesz az arra. És akkor egy ilyen, én ezt a mai napig így csodaként élem meg, pedig amikor az ember úgy elkezdi racionalizálni, az nem biztos, hogy csoda volt, de én abban a pillanatban úgy érzem, hogy ilyen hatalmas fény töltött el azt a szobát.
De most, hogyha belegondolok, hát lehet, hogy csak a nap sütött be, nem tudom, de én lehet, hogy nem arról rossz, mindegy. Szóval, hogy akkor ez ilyen csoda volt szerint, az én megélésem szerint, és hát én akkor ezt én úgy éreztem, hogy akkor nekem el kell indulni akkor a szőrzetesen felé, meg a papság felé. Én ezt sokáig úgy titokba tartottam, de akkor már ugye, ez valamikor úgy tavasszal lehetett, én akkor már úgy ott a főnökömnek, főnökeimnek mondtam, hogy hát akkor én most akkor itt a nyár végével, illetve a tavasz végével és a tanév végével leteszem a lantot, és akkor utána jelentkeztem a rendbe. Miért pont Pálos rend? Hát a Pálos rendben én igazából azért jelentkeztem, én ezt még hol leadom ezt az igényt, hol felveszem, most megint fölvettem. Igazából én azért gondolkoztam a Pálos, ebben nyilván az én református őseim is félig benne voltak, ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért, de tulajdonképpen azért, mert én szerettem volna, vagy hát most megint az van, hogy én szeretnék remete lenni. És a pálosoknak az eredete az a remetességben gyökerezik, illetve a névadó szentjük eredetében, amikor a Szentkereszt remetéjé voltak, az első remete Szent Pál, akit nyilván azért vettek föl egy ilyen patrónusként, és kvázi egy idő után így vált névadó szenté, mert hogy ő az első remete a keresztény hagiográfiában, a keresztény szentek sorában, és hát nyilván rá akartak hajazni, hogy így mondjam, a pálosok, mondom, a Szent Kereszt remetéi voltak korábban, és ez úgy elég hamar rájöttem én erre a dologra, azért mások is szerepeltek ebben a lehetőségben, és a másik az, ami engem nagyon megkapott, most túl itt a pálos néven, vagy a pálos rendnek a hagyományain túl, tehát nyilván itt a reformátussághoz az vezet vissza, hogy itt nyilván egy magyar elkötelezettségű rend volt. Ugye hát a reformátusok szoktak ugye öntudatosan úgy hivatkozni magukra, mint a magyar vallás, vagy a magyar kereszténység, hát ebből a szempontból van egy ilyen magyar vonatkozása mondjuk a pálos rendnek is. De igazából ami engem továbbra is megfog a pálos rend, mert először is nekem azért nagyon kiváló rendtársaim vannak, és ez egy nagyon tisztességes, nagyon rendes, nagyon jóra való rend. Ez egy rendes fiúk társasága, no. Szóval, hogy itt azért rendes krapekok vannak, de hogy ebben együtt, meg ezen túl, ami nekem nagyon fontos volt, meg van, ez egy ilyen kicsit ilyen nekem egy ilyen, nem igazán tudom, hogy miért van így, de ez így van, ez Remete Szent Pálnak a személye. Igen, nagyon megfog a Remete Szent Pálnak a személye. Sokszor belegondolok abba, hogy mindenféle okos ferencesekkel beszélgetve, meg ugye híveknek, amikor elő kell adni ugye a kisokost, hogy na akkor mi is a pálos rend. Sokszor eszembe jut, hogy azért Európában, hát az első szent azért nagyon sok szempontból, aki, tehát hogy valahonnan indult és szent lesz, ez az Assisi Szent Ferenc. Tehát hogyha vagy szentet kell mondani, akkor ez Assisi Szent Ferenc. És ez sok szempontból, ez nekem is, vagy számomra is így van, de meg kell, hogy mondjam, akinek az élet engem megfog, akinek az életén én továbbra sem tudok úgy átugrani, ez a Remete Szent Pál. Engem nagyon megkap az ő világa, avval együtt, hogy mi azért nem azt éljük, amit ő élt, és azért vannak vállalkozók, ugye, akik azért megkísérlik, hogy valami hasonló életet éljenek, éppen ott ugye Egyiptom sivatagában is, hiszen Remete Szent Pálnak az élet terében, ott azért ma egy kolostor működik, egy kopt kolostor működik, ami továbbra is fönnáll, és nagyon szép. Szóval, hogy ez az egy dolog, ez a következő dolog az, ami engem nagyon megfog ebbe a rendbe, és ez, hát hogy is mondjam, ez továbbra is fönnáll. De egyáltalán volt egyébként bármi kapcsolat a pálosokkal, nem. Vagy egyszerűen akkor ez, csak ki gyerekelőd? Ugye ez ilyen nagyon ilyen könyvtárosos dolog volt, hát akkor azért már végzett könyvtáros, sőt, akkor még főiskolás se voltam, amikor ez valahogy ilyen könyvekhez való viszony, úgyhogy ez akkor is már volt valami ilyesmi.
Ez következőképpen ment ez a dolog. Én valamelyik rengeteget jártam könyvesboltba, és akkor ilyen irányú könyveim nekem még nem volt olyan sok, tehát ilyenfajta katolikussághoz kötődő, vagy katolikus egyházhoz kötődő irodalmam azért nem volt sok. Bementem egy könyvesboltba, és levettem a... Mindegy. Szóval Szepes Máriának volt egy ilyen nagyon aranyos ilyen gyűjteménye, volt a lexikonokat is adott ő ki, de a kezdetében egy ilyen vékony kis könyvecske volt. És akkor én azt kezdtem el így lapozgatni, és azt hiszem abban volt benne, abban találkoztam a pálosokkal egyrészt, illetve volt egy akadémiai kis lexikon, az a két kötetes, és akkor abban is volt a párosok. Emlékszem, ez a két könyv volt nagyjából, amiből úgy tájékozottam, hogy vannak párosok, vagy van párosrend. És akkor onnan egyenes út vezetett a papsághoz? Hát az gyakorlatilag az már egy elkötelezettség volt. Ezt ugye régen az atyák ugye így is magyarázta, hogy gyakorlatilag a kis fogadalom és már nagy fogadalom, mert ugye a noviciátus év végén van ugye az első kis fogadalom. Nálunk, ha jól emlékszem, két kis fogadalmat tettem, akkor még lehetett 3 évre tenni, most már azóta azt hiszem csak egy-egy évre lehet, vagy szoktak tenni, ezt most én meg nem mondom. Már nem tudom ezeket a dolgokat így követni. De én két kis fogadalmat tettem le, és hát gyakorlatilag ott a kis fogadalom az már arról szólt, hogy én örök fogadalmat fogok letenni, illetve hát ugye teológusként nyilván arról szólt, hogy engem pappá fognak majd szentelni. De akkor a pálosok nem a szemináriumban laktak, gondolom, hanem a rendtartom. Nem, a szeminárium, akkor volt még Pécsen szeminárium, akkor az a világi kispapoknak, tehát a Pécsi Egyházmegyés kispapoknak volt ugye a lakása. Nekünk ugye a visszatelepüléssel ugye 34-től, ugye nekünk volt kolostorunk, a középkorban is volt, meg a barokkorban is volt, de utána lett egy újabb kolostorunk ugye Pécsen, és ott volt a szállás. Akkor nagyon sokan, elég sok kispap volt, akkor páros kispap volt, hát ma ez már nincs így. És a szentelésre hol került sor? Először a diakonus szentelés volt? Igen, utána így van. Volt a nagyon kiváló jogtanácsosunk, a Tamással beszélgettem éppen egy-két szót, így a kis pápuaként még, és akkor hát ő mondott így egy aranyos mondatot, hát figyelj ide, hogy hát te itt a híveknek leszel szentelve. Tehát a híveknek leszel szentelve, te ide leszel szentelve. És akkor hát nyilván lehetett volna sok lehetőséget kérni, hogy hova szenteljenek. Esztergomba is kérhettem volna, ide az egyetemi templomba is kérhettem volna, Pécsen a Liceum templomba is lehetett volna szentelni. Úgy voltam, hogy akkor én ott leszek, hogyha engem a híveknek szentelnek, ha én mondjuk szerzetes vagyok, de a munkám az kvázi, mondjuk nyilván ezek ilyen sikamlós dolgok, tehát nem munka, csak a papság, itt azért sokkal többről van szó, de kvázi, hogyha lelkipásztori munkám lesz, és ha híveknek, akkor szenteljenek ott, úgyhogy engem a Pécsi Kolostor templomba szenteltek, tehát a Szent Imre templomba ott a Hunyadi út és ott a Magasli útnak a sarkán. Uh-huh. Úgyhogy nekem mind a két szentelésem ott volt. Az egyik szentelés, ugye, hogy kellőképpen kiteljesedjék a dolog, és a debreceniség el ne felejtsen, akkor még a Bosák Nándor püspök úr volt, aki diakonussá szentelt, és akkor a Mayer püspök úr pedig Takra fél évvel később, ugye mert hát papra szükség van, ő pedig pappá szentelt ugyanabban a templomban. És hol kezdődött a szolgálat? A szolgálat az úgy ott kezdődött, abban a templomban volt, amin tulajdonképpen legelőször ilyen kisegítő lelkész, mostanában így divatos mondani a káplánt, és akkor utána az első helyezésem az ide történt a Sziklába. Az hogy is volt, az, tehát engem 94-ben szenteltek diakonussá, 95-ben pappá, 95 kicsit augusztus... Kicsit később, nem? Szerintem egy 10 évvel később, ahogy az eddig az átmokat néztük, ugye? Rosszul összekevertem. 2004-ben szenteltek, bocsánat, 2004-ben szenteltek. Lehet, hogy csak az éberség ellenőrzésére szolgált ez a dolog. 2004-ben szenteltek diakónus, és 2005-ben szenteltek pappá, és augusztus 1-jével, úgy akkor ugye nyilván az már rögtön dispozícióval járt, akkor én oda voltam kvázi helyezve, engem májusban szenteltek, tehát pont november 7-én szenteltek diakónus, és hajszál pontosan május 7-én fölszenteltek pappá,
úgyhogy május és augusztus között én a Szent Imre templomban voltam Pécsen, és utána augusztus 1-jével helyeztek engem ide a Sziklába. Úgyhogy akkor volt egy ilyen rendszerváltás itt, és akkor a Levent atyával érkeztünk ide. Ő azt hiszem Nosztránról jött, én meg Pécsről. És mennyi ideig tartott itt a Szikla? Hát ez egy hosszú idő volt, utána volt egy következő rendszerváltás, ugye 2005-ben volt, utána 2008-ban. Ugye az volt a Botondnak a tartományfőnöksége, és én 18. december 13-áig voltam. Ó, az tényleg elég hosszú idő. Úgyhogy én ott... Botond atya ugye említette, amikor egyszer itt ült ebben a székben, hogy ő idehozta kvázi a tartományfőnökséget így a Sziklába. Így van. És hát valahol akkor indult el a Bónum TV-vel még közvetítések ideje, úgyhogy akkor szerintem így egyből beköszöntött a média. Igen. A régi szép, hát igen, az elég hamar. Tehát amikor Botond odament, ugye én oda mentem ugye 2005-ben, mondjuk 2008-ban lett ő szerintem tartományfőnök, valahogy úgy, akkor tehát, és 2010-ben kezdődött, tehát én azért ott voltam akkor 5 éve, 2010-től kezdődött szerintem a Bónum TV-vel, ugye akkori Bónum TV-vel így az együttműködés, és hát utána Botonda ő elment, vagy pontosan nem is tudom mi volt, de lényeg, hogy utána, hát utána kerültem én ugye a világot jelentő deszkákra. Egyébként akkoriban azért ez még elég nagy újdonság volt, hogy napi szentmise közvetítés. Így van, így van. Milyen volt ebbe így belevágni egyáltalán? Ez egy teher volt valakitől hallani, ugye ezt is, azt is. Jöttek a visszajelzések azért itt a nézőinknek, ez a része a napjának, hogy igen, reggel fél kilenckor Szikla templom. Ugye Péter, amit ugye mondott, engem nagyon megkapott, amit ő mondott. És tulajdonképpen lehet is érteni ezt a dolgot azért, hogy gyakorlatilag... Tehát a tévének alapvető tengelye a szentmise közvetítés, illetve a liturgikus szolgálatoknak a közvetítése, de hogy a szentmise az egy kiemelkedő dolog. Ezt akkor mi úgy nem tudtuk ezt. Tehát emlékszem, hogy mindenféle agyalások mentek, bocsánat, szóval úgy nem nagyon tudtuk mi ezt belátni, ezek a dolgok. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, ezekre az agyalásokra viszont szükség volt. Úgy utólag, ha belegondolok, hát a valósággal nem nagyon érintkeztek ezek a dolgok igazából, de nagyon fontos volt, hogy egy sínre így rá találtunk. Hát szeretett rendtársam ugye úgy fogalmazta meg ezt a dolgot, hogy hát a misét úgy is be kell mutatni, azért ennél azért, hogy is mondjam, azért sokkal többről van szó Bónum TV-nél, alias EVTN-nél. Azért sokkal többről van szó. Azért ez egy nehéz ügy, tudja, mert egyrészt, tehát hogyha ott valaki késik, azt nem látja senki, csak az egész világ mondjuk papként. Ha nincs meggyújtva a gyertya, azt is. Ha rosszul van beállítva a misekönyv, azt is. Hogyha ilyen kisebb-nagyobb, ilyen liturgikus, hogy is mondjam, újításai vannak a papnak, nagy Isten, olyan minisztránsoknak is, elő szokott fordulni, hát ugye azt sem látja senki, csak az egész világ. Tehát ezek ilyen nagyon nehéz dolgok, mert nyilván az ember, amikor papszemmel lát egy dolgot, ezeket meg egyáltalán egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen némi képzavarral vágyszemű, hogy is mondjam, katolikusként, akkor azért nagyon pillanatok alatt ki lehet szúrni, hogy hoppá, 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 azért nem egészen ez van a szabályokban. Tehát itt azért minden előjön egyrészt. Aztán a következő dolog az, hogy szegény pápua mennyire készült, mennyire nem készült, mennyire esett be a misére, mennyire nem esett be a misére, készült a misére vagy a prédikációra, de éppen akkor abszolút nem volt toppon, és hát, hogy egy kedves ilyen pálos régi történet mondja, hát alig találtam meg az áment. Szóval ezek ilyen nehéz ügyek. Tehát, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy mise van, és azt közvetíteni kell, arról nem is beszélve, hogy nyilván itt mindenféle ugye személyiségi jogok vannak, ugye a papnak személyiségi jogai vannak, de ugye a híveknek annak idején ugye most 3 kamerával közvetít ugye a Bónum TV utódjaként, ugye az EVTN, de eredetileg 4 kamera volt amúgy. És ugye ők, ugye az a 4. kamera az totálba vette volna ugye a nézőket. Na de hogy az se lehet. Hát ugye a Bíboros úrnak idején erre primán, de teljesen logikusan, meg jó érzékkel lecsapott annak idején, hogy erre vigyázni kell ezekre a dolgokra. És tényleg utána ezt a kamerát amúgy le is szereltük. Világos. Tehát nehogy valami probléma legyen. Vagy hát ugye vannak ilyen konfliktusok néha ugye a pápua és a népek között, és ugye azt valahogy, hát valahogy ugye azt kezelni kell. És ugye azt is, hogy ugye úriember módjára,
jó keresztény módjára bocsánat, hogy abból, tehát hogy, hát szóval, hogy minél kisebb botrány legyen. Ez nagyon nehéz dolgok, tudja, tehát ezek. De akkor azért majdnem 8 éven keresztül minden reggel. Hát igen, az elég sokat voltam. És most újra indult ez a történet. Igen. De azért volt itt 5 elég mozgalmas év akkor a kettő között. Volt, így van, volt. Érdekes. Éppen ahogy itt beszélgettünk is, meg másokkal is mondom, hát ez alatt az 5 év alatt én 7-szer költöztem, tehát. Tehát évente többször, mint egyszer, úgyhogy. Hát ez van. Ennek mi volt az oka egyébként, vagy ez hogy hát ugye, éppen egyrészt, ahol szükség van? Egyrészt ugye azért, mondjuk Pécsen, ahol Pécsen is volt egy nagy átalakítás, a pécsi kolostorban, most a minden kolostorunkban volt, tehát egy nagyon tiszteletre méltóan támogatta az állam a rendünket, mint ugye képzelj el, hungarikum vagyok, úgyhogy úgy, azért ez nem semmi, úgyhogy alias hungarikum, mint páros szerzetes, és hát mint hungarikumként azért kaptunk támogatást. A Liceum templom ugye volt egy horvátországi földrengés, azt nagyon szépen, tehát gyakorlatilag nagy részt tehát az állampénzéből lett felújítva, tehát nagyon sokat kaptunk, és nagyon sok támogatásban volt részünk. Felújították a kolostort, a régi kolostort, és át lett alakítva, mert hogy mi elkezdtünk gondolkozni egy ilyen pálos lelki központban is, Pécsen, hogy evel is valahogy a modern idők modern szeleinek és modern hangjainak megfeleljünk, és akkor evel át lett alakítva a kolostor. Úgyhogy én amikor ugye Nosztrára kerültem először Pestről, utána kerültem Pécsre, beköltöztem a régi kolostorba, ugye ott azt átalakították, kiköltöztem, vagy átköltöztem az új épületünkbe. Utána szerettem volna ott maradni, de utána felújították ugye a kolostort, meglettek az új szobák, és akkor vissza kellett költözni az új kolostorba. Úgyhogy ott is három szobám volt, vagy három cellám volt például. Ez egy Mária Nostra az nagy változás a Budapest nyüzsgése után. Igen, nagy változás. Ugye akkor is Nosszáról kerültem Pécsre, most is amúgy Nosszáról kerültem ide Pestre, vagy Budapestre, Budára, mert hát ezek Budán van, Új-Budán, ugye? Hát azért a Dunapart. Azért, na igen, Pest is, meg Buda is mind a kettő, ugye a Dunapartján van, akkor legyen ez akkor az összefogó dolog. Mária Nostra egy nagyon szép hely, és nyilván a rendünk meg is próbálja támogatni. Hát sajnos itt a kulcs, és visszatér, hogy miért költöztem mennyit. Tehát egyrészt azért, mert volt például ilyen újítás, másrészt pedig hát én voltam itt a Jolly Joker, én voltam, aki helyezhető voltam. Ennek sok oka van, hogy miért, de én voltam, tehát egyelőre még helyezhető voltam, meg még talán még vagyok is egy kis ideig még, vagy talán még hosszabb ideig. És ezért nyilván, ahol megüresedés volt, vagy ahol egy kicsit úgy jobban átjárta a szél a kolostort, akkor mindig oda kerültem. Nosszára konkrétan most azért kerültem, mert Piro püspök úr ugye ott van nálunk a pécsi kolostorunkban, és gyakorlatilag ő ott átvett egy misét, kvázi a reggeli miséket, és hát kvázi felszabadult egy hely, mondjuk ez nem egészen így van, de a Miró püspök úrnak az áldásos és szent tevékenységéhez hozzá kapcsolódik az én Mária Nosztrai helyezésem, tehát ott ő egy komoly szolgálatot elvállalt, ugyanakkor meg Nosztrán, hát ugye József atya volt az, aki idősebb volt, és őt szerették volna Pécsre helyezni, ami megtörtént, és akkor én kerültem igazából az András atya mellé. Na de hát azóta ugye Pesten történtek változások, és akkor a József atyát mégis visszahelyezték, ugye Mária Nosztára, engem pedig áthelyeztek ide. Szóval, hogy fogyunk, no. Tehát, hogy egyrészt én vagyok a Jolly Joker, nem én vagyok, ez én nagyképű, de van bennem egy kis Jolly Jokerség, a Bíró püspök úr az egy komoly tényező volt Pécsen. Itt most az egyik atya átment Németországba, illetve az egyik, sajnos a kispapunk, ő kilépett a rendből, úgyhogy hát itt megüresedett egy hely, és akkor így kerültem megint Nosztráról Pestre, vagy illetve Budapestre. És milyen itt lenni újra?
Én szeretem. Azt kell, most ennek a helyezésnek a kapcsán jöttem rá, hogy tehát amikor Nosztrára kellett menni, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretem Mária Nosztrát. Nosztrá egy nagyon szép, egy tömény, gyönyörű pálos. Tehát ha bele-bele gondol az ember, hogy pálos szemmel milyen jól lehet dekódolni az ottani templomot. Fantasztikus. És olyan jó, hogy ez nekem beszél, meg nekünk beszél, akik kicsit ugyan pálosok vagyunk, vagy kicsit pálos szívvel meg vagyunk. Hát ez olyan fantasztikus, ez olyan nagyszerű, hogy ez egy beszédes romjaiban is, mert hol van már a kolostor, hol van a régi templom, hol van a több tíz szerzetes, akik ott voltak, amikor feloszlatta ugye a rendet második József. De hogy ebben a törekedékében is lenyűgöző azért. Tehát, hogy nagyon szép. Pécs is az. Pécset is nagyon szerettem. Nagyon-nagyon az ókeresztény múltjával minden együtt. De meg kell úgy mondanom őszintén, egy kicsit én úgy látom, hogy a Szikla azért az a hazám, tehát az otthonom. Tehát a Sziklának van egy nagyon, ami a hátránya a Sziklának, az az előnye nekem. Én is ilyen vagyok, a Szikla az kicsi. És nekem ez ugyan átlátható. Mivel kicsi, így átlátható. Kicsi a templom is, meg kicsi a kolostor is, és egymás mellett van. Tehát Nosztra ott azért nagy kert van, kálvária van. Ott autó nélkül nem tudok autót vezetni, autó nélkül nem lehet boldogulni. Pécs nagyon-nagyon jó hely, nem győzöm eléggé dicsérni, de Pécsen ott a két templom egymástól távol van. A kertje szintén nagy a kolostornak, tehát hogy ott azért... Hogyha van egy házfőnök, vagy egy szerzetes, ott kőkeményen, ott füvet kell nyírni, nagyon komoly, tehát a kertet művelni kell, tehát egy csomó olyan dolgot kell csinálni, ami megosztja az embert. Itt viszont kicsi a... Az más téma, hogy viszont a frontvonal az Pest. Azt tudtam, és úgy gondolom, hogy a legtöbb mise azért itt van Pesten, és a frontvonalnak a... És a frontvonalnak, én úgy gondolom, tovább is frontvonal Pest, a Szikla templom, vagy a Szikla kolostor, de ez úgy nekem olyan átlátható, vagy így belátható, vagy hogy mondjam, tehát úgy körülfogható. Tehát amikor, ha takarítani kell, akkor én azért végig tudom még most is takarítani a kolostor. Az egy következő dolog, hogy erre már mennyire van idő, vagy mennyire nincs, de ez ilyen, nekem ilyen emészthető mennyiség, hogy így mondjam. Mivel telik itt a napja egy pálos szerzetesnek? Hát mi monasztikus rend lennénk, ennek a monasztikumnak azért sokszor vannak, hogy is mondjam, kisebb-nagyobb repedései, néha nagyobbak, mint kisebbek, de ez ugye azt jelenti, hogy van egy kötött napi rendünk, meg van egy kötött ima rendünk. Nálunk mindig 6 órakor van azért a kelés, vagy illetve 5:30-kor van a kelés, tehát 6 órakor mindig imádság van azért, ugye ez ilyen nagyon ritkán van, amikor ilyen nincs. 5:30-kor van általában azért a kelés, vagy 5:30 előtt. 6 órakor bent vagyunk már a kápolnában, 6-tól 7-ig van olyan imádságok, amiben, tehát van egy imádságos óra, ebben benne van az egyháznak az imája, tehát a zsolozsma, benne vannak a mi imáink, illetve van egy fél óra elmérkedés, ez eltart 7 óráig, utána van reggeli, ugye az első is az 8:30, ugye alias Bonum TV, az az EVTN, ugye akkor ugye 8-kor, most ezt a János atya nagyon nagy lelkűen csinálja, de nyilván amikor nincs ott, akkor ezt nekem kell csinálni, azelőtt meg úgyis én csináltam. Ugye 8-kor ki kell nyitni a templomot, rá kell nézni a misére, reggel nincsen sekrestés néni, és akkor elő kell készíteni a misét, meg kell nézni, hogy minden van-e. 8:30-kor van ugye a mise, akkor nálunk azért még mindig biztosítható az, hogy a mise az két papos mise, tehát hogy van, aki misézik, és van, aki gyóntat. Ez általában azért még fönntartható, bár mondjuk a Sziklában már ez is egy kicsit azért gyengült ez, mert hát annak idején azért 3 pap volt régebben, hát most van 2. Úgyhogy tehát olyan 9 óra után véget ér a mise, utána elkezdődik a délelőtt, hát ilyen lelki beszélgetések, munka, ami adódik, főzés, minden, ami van. És akkor főzés is? Van főzés, igen, a Vilmos testvér az főz, nagyon-nagyon voltak ilyen hozott kajásos világok is, amikor reggel, amikor az ember elhúzta a rácsot, akkor meg kellett nézni, hogy melyik cékova akasztotta éppen a műanyag zacskóban mindenféle bödönöket. Azok ilyen érdekes dolgok voltak, azok a világok. Az már nem az én világomban volt, akkor még volt házvezetőnő, hanem amikor vissza-vissza jártam így
a kolostorban akkor voltak ilyen pillanatok. Hát most van főzés, ez 12:45-kor van az obéd, és akkor az ebéd után van most korábban volt előtte is, de most ebéd és utána vannak az imádságok, a napközi imaóra, rendi imádságok, és akkor utána elkezdődik a délután, ez tart ugye 5-ig, szintén ami kell, az van ebben az időszakban benne, és ugye 5-kor mise, aki misézik, ugye az misézik, aki pedig nem misézik, az gyóntat, úgyhogy ő a gyóntató székben találkozik a Szentlélekkel, a másik atya pedig ugye az oltár mellett találkozik vele. Utána van egy közös imádság a hívekkel, ez nagyon, ezt azért a Covid legyilkolt ezeket a dolgokat, meg ugye be is voltak zárva a templomok, de most azért ez visszajött. Azért ez egy szép dolog, nálunk a rendfőnök azért ezt proponálja, azért ezt fontosnak tartja ezeket a dolgokat, úgyhogy visszaköltöztek az imádságok így a misék utáni időszakra, így az első ez az ötös mise, utána mondjuk el a vesperást, utána van vacsi, és vagy hát egy ilyen közös kis étkezés, ezek általában az étkezésünk az mindig egy kicsit ilyen rekreáció, tehát mindig egy kis beszélgetés is van mellette, ez a monasztikumnak ugye egy ilyen sajátsága, és utána van ugye a nyolcas mise, szintén a nyolccal következő mise az, ami ilyen meghatározó pont, szintén van, aki misézik, van, aki gyóntat, illetve ez utána a mise után is van imádság, ez után mondjuk el a befejező imaórát. És hát akkor utána hazamennek a legények. Bezárjuk a templomot kisebb-nagyobb harcok árán, és akkor utána... Mennyire van a környékről hívő közössége, vagy mennyire speciális a hívő közössége itt a Sziklatemplomnak? Mondjuk én úgy gondolom, hogy amit nagyon meghatározó nekünk, ez a 4-es metró. Úgyhogy annak idején beköttettem a 4-es metrót, és kisebb-nagyobb ráhagyása, az addig is központban voltunk, tehát azért ugye a Szentgellért térrel elég jól elérhető a Sziklatemplom, de a metró szerintem ez sokat dobott ebből a szempontból ránk, mi egy elég jó helyen vagyunk, tulajdonképpen belvárosi templomnak számítunk. Nyilván vannak, akik a közelről járnak, de vannak, akik kicsit távolabbról is. Tehát van egy speciális része a hívő közösségnek, éppen most beszéltünk erről a János atyával, ő azt mondta, hogy talán egy ilyen 60%, de van egy olyan 40%, ami cserélődik. Most, hogy ez így van, vagy nincs, ezt nem tudom, de mondjuk én ugye 5 évvel ezelőtt voltam itt, hát nyilván több ember ismerős, mindenki egyre fiatalabb az örökké valóságnak, de azért vannak olyanok is, akik nem olyanok, akik ismeretlenek. Meg hát nyilván mondjuk rajtunk sokkal dob a műegyetem, tehát akik ott katolikusok és szeretnek misére, annak idején a vasárnapi 8-as mise volt egy ilyen nagyon, azt én sokáig én tartottam, az nekem egy nagyon nagy élmény volt. Én nem éreztem, hogy különösenben nagy prédikátor, vagy nem tudom, hogy nagy pápua lennék, de azok egy nagyon népszerű misék voltak, és a jezsuita testvérek is utána kezdték amúgy az ő esti miséjüket, így van, és a tiszteratyák is utána kezdték, talán 8:30-kor kezdtek el misézni a Szent Imre, mert szóval az egy jó kis dolog volt. Úgyhogy benne vannak szerintem az egyetemisták is a mi híveink között, tehát nyilván 5 év az pont egy végzés ideje, tehát az alatt mondjuk ők is cserélődtek, úgyhogy úgy, mint egy ilyen belvárosi templom, egy kicsi belvárosi templom. Így van, na is nagyon szeretjük mi is, megnézőink is egyébként, mert tényleg egy olyan hihetetlen atmoszférája is van ennek a sziklatemplomnak. Igen, azt hiszem ez a barlangság, ez nagyon meghatározó a templomnak. Mondjuk ugye a felső része az természetes, az alsó része az robbantott, de van egy ilyen különleges millió. Nagyon fájdalmas, ugye kommunista tesók ugye tönkreverték a templomot, tehát azért egy nagyon szép templom volt annak idején, és nyilván ez a szépség azért, nyilván a rendszerváltás óta működik a templom, azért csak néhány évtized telt el, tehát azért egy templomnak még kialakul a belső berendezése, a világa, a koncepció azért az több idő. Szóval van sajnos egy kicsit, van egy ilyen,
hát most hogy mondjam, hogy finoman mondjam, hogy meg se bántsam magunkat, és mégis igaz legyek. Szóval van egy ilyen eklektikus voltanó a Szikla templomnak, és ezzel együtt igenis nagyon sok értékes és szép dolog van benne, és ahogy tetszett is mondani, van egy különleges milliója. Meg hát amúgy mindig meleg van a Szikla templomban, egyszerűen azért, mert egy ilyen a termálműködés miatt. Tehát ott mindig olyan 21-22 fok van. Úgyhogy télen is, tehát azért, ha másért nem, azért már érdemes jönni oda, hogy ott nincs hideg templom. Nem, és akkor nem csak van. A képernyő előtt van meleg, igen, ezért ez így jó van, dolog. Így van. Ott a templomban is meleg van. Köszönöm szépen, Szabolcs atya, hogy beszélgethettünk, és egy kicsit jobban megismerkedhettünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Tudja, azért annyit hagyd mondjak el, hogy tudja, ezek a régi viccek, ezek nagyon igazok, hogy de jól elbeszélgettünk, és igazából csak az egyik fél beszélt. Hát én ezt nagyon sokszor megtapasztalom papként, hogy tudjam, hogy is mondjam, befogni a számot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy maga meghallgatott. Azt hiszem, ilyen interjút én még itt se adtam, de még a világ, de azt hiszem, hogy még az életemben se. Úgyhogy én köszönöm, hogy önnel együtt beszélgethettem itt az EVTN patinás falai és kamerái között. Én meg nagyon köszönöm, hogy hallgathattam. És tényleg nagy élmény volt, és remélem nézőink is így vannak ezzel, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Viszontlátást, a dicsértessék a Jézus Krisztus!